Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora június 7-én szerdán. Hétfőn már érintettük a most induló nyári turisztikai szezont, de a témát ma is folytatjuk. Emellett szó esik egy izgalmas tematikájú kötetről is. Tartsanak velünk! Gazdafórum Balkányban. Aktuális agrárkérdésekről beszélt a miniszter. Falusi turizmus. Készülnek a szállásadók is a szezonra. Gyász és irodalom. A vármegye nagyjai is megjelennek a friss kötetben. Gazdafórumot tartottak a hétvégén Balkányban. A megbeszélésre hivatalos volt Nagy István agrárminiszter is, aki többek között az ukrán gabona helyzetéről is kérdezték a gazdák, és ő válaszolt is ezekre a kérdésekre. A tanácskozáson pedig ott volt Kerecsen József is. Rémálomszerű évük volt tavaly a magyar gazdáknak. A történelmi aszály hatalmas termés kiesést okozott, emellett pedig az orosz-ukrán háború okozta költségnövekedéssel is meg kellett küzdeni. Utóbbi még most is jelentősen érezteti hatását, a növénytermesztésben és az állattartásban is jelentkeznek a gondok. A lehetséges megoldási lehetőségekről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által Balkányban szervezett fórumon tanácskoztak a vármegye gazdái. A tavalyi évben is küzdelmes év volt, úgy tűnik a mai tavaszi munkák elvégzése után, és lassan néhány héttel az aratások előtt, hogy nem lesz könnyű év az idei év sem. A felvásárlási árak nagyon alulmúlják, nemhogy a megnövekedett input anyagok árának a költségnövekedését, hanem összehasonlítva akár visszalépést jelentett a 5 évvel ezelőtti árakra. Nem tudom, hogy milyen javaslatok fognak itt elhangzani a minisztérium részéről miniszter úr beszámolójában, hogy tud bennünket lelkesíteni abban az irányban, hogy ez a romlott vagy nem éppen optimális közhangulat egy kicsit javuljon az energiaárakkal, itt az öntözésre a gondolok, akkor hiába van valakinek a öntözési lehetősége, a megnövekedett áramdíjjal nagyon mérlegre kell tenni, hogy esetleg a többletterméssel, amivel nem tud mit kezdeni, akkor öntözön vagy ne öntözön. Úgyhogy ilyen témákban szeretném, ha ezekre felső vezetések irányából elhangzanának válaszok. Ezeket akarjuk itt kitárgyalni egymás között is beszélgetve, hogy kinek milyen problémái merülnek fel, és én azt gondolom, hogy mindenki egy olyan fórumról fog eltávozni, ahol a feltett kérdéseire választ fog kapni, illetve egy kis lelkesedéssel leszünk egymás iránt is, és a termelés irányába is. Az aszálykárokra gyógyírt jelenthet a nyírségben, hogy folyamatban van a térség vízpótlásának tervezése. A tervek szerint jövőre pedig már a kivitelezés is elindulhat. Az én információim szerint december 31-ig kell ennek elkészülni. Itt lesz az előadásban is szó róla, azt a biztatást kapjuk, hogy egyelőre minden a tervek szerint halad. Ha ez valóban így lenne, akkor egy nagy álom valósulhatna meg, illetve a jó lenne a Magyarországnak a pénzügyi gazdasági helyzete úgy alakulna, hogy ez a beruházás el is kezdődhetne az elkövetkezendő időszakban, és nagy reményeink szerint 27-re ezek meg is valósulnának. Július végén már aratni fogják a gabonát a földeken, addig pedig arra is megoldást kell találni, hogy a korábban Ukrajnából tömegesen behozott terményt elszállítsák a vármegye megtelt raktáraiból. A kormány már rendelkezett a felől, hogy több ellenőrizetlen gabona ne jöjjön be a szomszédos országból, ez azonban csak részben oldotta meg a problémát. Ez a térség megszenvedte a háborút, megszenvedte az aszályt, jó hír az, hogy talpon van, jó hír az, hogy mindenki dolgozik, az év hál' Istennek egy kicsit jobban alakul, mint az előző esztendő volt a mai napig. Azt tudom mondani, hogy a nehézségek ellenére talpon vagyunk. A nehézségek ellenére megküzdöttünk és megküzdünk. Hatalmas nyomás van rajtunk az ukrán gabona miatt, hatalmas nyomás van rajtunk az árak beszakadása miatt, hatalmas nyomás van rajtunk, hogy az összes tárolókapacitás gyakorlatilag csak részben szabad az aratás előtt, mert ugye a betárolt gabonákat még nem szállították el, tehát komoly gondokkal küzdünk. Ez a mai nap, ez arról szól, hogy gazda és az ágazat vezetői, tehát a gazdák képviselői és az ágazat vezetői kormányzati szinten is
leüljenek egy terembe, és érdemi párbeszédet folytassanak, mert csak együtt tudjuk a problémát megoldani. A másik téma, amik szintén kiemelt, itt lesz egy komoly előadás a vízgazdálkodásról. Tudni kell mindenkinek, hogy elég régóta küzdünk itt a megyében azzal, hogy végre a korszerűltetvényekhez, az uniós elvárásoknak is megfelelve megfelelő vízgazdálkodás legyen, felszíni vizek megtartása és odajutatása, az kell. Ennek a tervnek lesz részben az ismertetés a mai nap, tehát megy a tervezés. Ha van terv, akkor ahhoz majd szerzünk forrást is. A magyar gazdák számára nagy segítséget jelenthet, hogy rekordmagas támogatás jut a következő években az ágazat fejlesztésére. Nagy István agrárminiszter elmondta, a magyar költségvetés idén 750 milliárd forintot biztosít a vidékfejlesztési programok támogatásaihoz, amelyből 386 milliárd forint már megérkezett az érintettekhez. A közös agrárpolitika új pályázatait ugyanakkor a világpiaci bizonytalanságok miatt ütemezetten írják ki a gazdák számára. Föl kell készülni a gazdáknak is arra, hogy milyen pályázatok fognak megszületni, milyen gondokkal nézünk szembe. Ha most mindenkire ráborítanánk az egész pályázati rendszert, látjuk azt, hogy az infláció miatt a banki kamatok nagyon magasak. Az önrészt nagyon nehezen tudják a gazdák biztosítani. Erre megoldást kell találnunk. Számos olyan lehetőségünk van a Széchenyi kártya által, az MFB kedvezményes kamatozású hitel által, az Agrárminisztérium kamattámogatása által. Tehát ezek mind-mind segítségek, de kell, hogy meg tudjuk várni a pénzügy piac normalizálódását. Azaz, hogy a gazdák, a pályázók az önrészükhöz banki alapon normális kamatozással tudjanak hozzájutni, hiszen ez nagy mértékben gátolja a gyors beruházást és a gyors fejlődést. Ez egy nagyon-nagyon fontos célkitűzés. Ezért szeretnénk a pályázatokat ütemezetten létrehozni, nyilvánosságra hozni, hogy az építőiparnak is ne dömping munkája legyen, hanem ütemezetten tudjanak vállalni, és a gazdák is föl tudjanak készülni úgy, hogy a bevételeiket, a saját forrásaikat azt ütemezetten a pályázatok rendelkezésére tudják állítani. Az előző év 2022. novemberében elfogadta az Európai Unió a közös agrárpolitikának a stratégiai tervét, amely magába foglalja az egyes és a kettes pillér támogatási keretrendszert. Az egyes a terület és állatalapú támogatások, míg a kettes pillér a beruházás típusú támogatásokat foglalná össze. Ez összességében mintegy 5400 milliárd forintnyi támogatásnak adja meg a keretrendszerét, illetve a jogszabályi alapjait. Most 2023. június 1-e óta él a közös agrárpolitikának a törvényi felhatalmazásának minden passzusa, innentől kezdve kezdődhet majd az érdemi munka és az új pályázati felhívásoknak az előkészítése és az a meghirdetése. A Balkányban tartott gazdafórumon hangsúlyozták, a gazdák péntek éjfélig nyújthatják be az egységes kérelmeket. Ez kiemelt feltétele annak, hogy később pályázhassanak a vidékfejlesztési program támogatásaira. Folytassuk a műsort turizmussal. Idén 30 éves a falusi turizmus Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete. A civil összefogás célja, hogy szakmai segítséget nyújtson a térség szállásadóinak. Ennek érdekében képzéseket, pályázati lehetőségeket, naprakész információkat nyújtanak az ágazat szereplőinek. A szervezet elnökét, Panyola polgármesterét, Muhari Zoltán kérdeztük. Mesébe élő tájak, középkori templomok, kerékpárutak. Szabolcs-Szatmár-Bereg kincseit testközelből is megismerhetik a térségben látogatók. A településeken működő vendégházak tulajdonosai többek között erre a természeti és épített örökségre alapozzák kínálatukat. A szállásadóknak az idén 30 éves falusi turizmus vármegyei szervezete számos szakmai kérdésben nyújt segítséget. 1993-ban alakult a megyei szervezet. Dr. Hanusz Árpád tanár úr kezdeményezésére, és tulajdonképpen ez egy 30 éves szervezet, tehát nagyon kevés olyan civil szervezet van, ami ilyen hosszú ideig folyamatosan megőrizte a munkát, és az értékeket tovább viszi. A jelenállás pedig 2022. novembereig tartott, és ott egy váltás történt. Tanár úrral megbeszéltük még a tavaly nyáron, hogy ő már átadná stafétát, tiszteletbeli elnök maradt a FATOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezeténél, engem bízott meg, hogy szervezzem újjá az egyesületet, hiszen ez egy egyesület,
és egy új elnökséggel november 8-án elkezdtük a munkát. Egyébként az irányváltás nem is nevezhető irányváltásnak, talán inkább folytatásnak, és hát az új elnökség azt tűzte ki célul, hogy fölrázza, illetve egy kicsit, akik elvesztek a szemünk előtt, Falusi Turizmus Szövetség tagok, azokat megkeressük. Ez egy nagyon nehéz munka, mert kevés az adat, viszont jól haladunk, most már a 80-90 aktív tagot számlálunk, akik a tagdíjat is fizetik, úgyhogy velük kezdjük el a közös munkát. Ez a szervezet ugye a falusi turizmusra épül, és annak a képviseletét tűzte ki célul már kezdet-kezdetén, ez a mai napig így van. Tehát azok a falusi turizmusból élők, vagy esetleg keresett kiegészítésként vendéglátással foglalkoznak, azoknak nyújtunk segítséget. Hát most az első lépések az, hogy egy új korszerű honlapot alkotunk, ez a folyamat elindult, ahol egyébként a vármegyékben található vendégházak hirdetik majd magukat, továbbá a Falusi Turizmus Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Facebook oldalunk már működik, és egy nagyon élénk, úgy nézzük, hogy most már egy nagyon szépen beindult Facebook oldal, hiszen ma már gyakorlatilag, aki nincs fönt, az nem létezik, úgyhogy ezt fontosnak tartottuk az elején, hogy mutassuk, hogy haladunk, és hát természetesen már volt egy közgyűlésünk, ami szép számmal eljöttek a meghívott szállásadók, és ott a kötelező tavalyi év pénzügyi terv elfogadása és az idei terv elfogadása és számos kötelező element túl azért az egyebek napi rendi pontban nagyon sok mindent megvitattunk. Például azt is, hogy ezek a szervezetek akkor élnek és tudnak haladni, hogyha kellő segítséget nyújtanak a tagjainak. És hát itt elhangzott, hogy azon túl, hogy szeretnénk reklámozni felületet, biztosítunk a vendéglátóknak, szakmai segítséget is szeretnénk nyújtani. Tehát megszaporodtak sajnos a kötelező jelentések, online felületen történő bejelentések. Tehát az a része, hogy ha megérkezik egy vendég, akkor már rögzíteni kell a távozását, rögzíteni kell. Ez az Entak rendszerben működik. Ma már átvette a szerepét a vendégkönyvnek is, hiszen a statisztikát is ma már automatikusan az adatokból, online adatokból képezi le a NAV is. Úgyhogy a önkormányzatoknak sincs szüksége már a statisztikát készíteni. De ezek mind arról szólnak, hogy napra kész legyen a magyar vendéglátásról szóló statisztika, hogy most a foglalások tekintetében is a különféle érdekesebb számok, hogy alakul a belföldi turizmus, ezekre így hamarabb tudnak választ adni központilag. Nyilván ez a végpontokon, tehát a szállásadóknak ez egy kicsit megnehezíti a feladatot, hiszen ezeket a felületeket kezelni tudni kell, és hát ezekre szerveznénk képzéseket és összejöveteleket. A legközelebbi az június 16-án lesz, és ott legalább 100 vendégházat szeretnénk vendégül látni, és ott a aktív turizmusról a kerékpáros barát turisztikai vendégfogadásról és számos olyan szakmai kérdésről, például erről az Entak rendszerről is lesz szó, ami reményeink szerint segítséget nyújt, hiszen sok olyan vendégházon most fontolgatják, ugye a környezetemben is látom, hogy bezárnak esetleg, mert megijednek ezektől az adminisztratív nehézségektől. Mi biztatnánk arra, hogy próbálkozzanak, hiszen tudjuk jól, aki a falusi vendéglátásban részes, az is tudja, hogy ez egy egészen más vendéglátás forma, mint egy hotel vendéglátás. Sokkal barátiabb, családiasabb, és hát lehetőség van arra, hogy megismerkedjen az ember, esetleg barátságot kössön a vendégeivel. Az online felületek használata mellett a vendégház tulajdonosok közötti összefogásra is sarkal a szervezet. A tapasztalat azt mutatja, hogy ma már a gyors internet elérés, a széles programkínálat előnyt jelent a szállásadóknál. Ez volt az egyik alapötlet egyébként, hogy azokat a rendezvényeket, amelyeket jónak ítélünk meg, és a megyénket népszerűsíti, vármegyénket népszerűsíti, hiszen identitásőrző, népi struktúrájú, és nem kimondottan falunap jellegű, ezeket szeretnénk promotálni.
ezeket a felületeinken feltüntetjük, és azok a vendégházak, akik ugye figyelik a mi felületeinket, azok tudják ajánlani a aktuálisan éppen nála vendégeskedő turistáknak, hogy elfáradhatnak arra a rendezvényre. Úgy gondolom, hogy ez az irány lesz most már, ezt mutatja a jövő, hogy mindent online, mindent azonnal, és egyébként rengeteg információval kell ellátni a vendégeket, nem csak nekünk, hanem a vendéglátóknak is. És a vendéglátók, hogyha nem lépnek időben, és nem alkalmazkodnak, akkor bizony nem az ő vendégházukat preferálják majd a vendégek, hanem azokat, akik valami plusz tudnak nyújtani. Az ágazati szereplők helyzetbe hozására különböző pályázati források is rendelkezésre állnak. A vármegyei szervezet célja, hogy ezek a támogatási lehetőségek minél több szállásadóhoz eljussanak. Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Berekben a vidéki turizmus támogató Nagy Divers elnevezésű pályázatból összesen 198 új vendégház épült. Izgalmas, nem mindennapi témát tárgyal egy nemrég megjelent kötet, a gyász és az irodalomtörténet kapcsolatával is foglalkozik. A halotti beszédtől Nagy Imre újratemetéséig számtalan érdekes tanulmányt olvashat az érdeklődő. A szerkesztő Mercs István a vendégünk. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok. Kezdjük ott, hogy hogyan született meg ez a kötet, ugye ez gyakorlatilag egy előadásnak, egy tudományos tanácskozásnak az anyaga kötetbe szerkesztve. Igen, 2016-ban volt 110. évfordulója annak, hogy Vajj Ádám Hanvait hazahozták Vajjára. A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, amelynek szervezésében ez a konferencia zajlott, a vajai múzeális gyűjteménnyel együtt, 2016-ban egy konferenciát rendezett itt, és ezen a konferencián elsőként ugye felvetődött, hogy Vajj Ádám személyével foglalkozunk, és akkor én felvetettem, hogy ne az ő személyével, hanem a temetéssel és az újratemetéssel foglalkozzunk, és ezt nézzük a teljes horizontjában a magyar történelemnek. Mert őt is ugye Danzból hozták igen, haza. Igen, 1906-ban. És akkor, miután felvetődött ez az ötlet, akkor szépen összeszedtük a magyar történelem jelesebb eseményeit, illetve volt olyan, hogy a kollégák hoztak témát, és ahogy a szerkesztő úr is említette, az Árpád-kori szent királyoktól teljesen Nagy Imréig, nem monografikus jellegű, természetesen sok nagyon híres temetés és újratemetés kimaradt, de a 18 tanulmány részletesen tárgyalja azokat a temetéseket, amelyek szóba kerülnek. Gondolom, itt izgalmas az is, hogy kit temettek el, kit hova temettek el, és kit esetleg nem temettek el, vagy nem úgy temettek el, ahogy temettek el. Milyen jellegű tanulmányok vannak benne? Gondolom, ez nem magáról gyászol, nem egy ilyen befelé forduló depresszív kötet, hanem sokkal más a összekötő kapocs a tanulmányok között. Az összekötő kapocs valóban igazándiból az emlékezés. Méghozzá a saját életünknek is megvannak a maga emlékei, így a magyar nemzet és minden nemzet, minden nép történetének megvannak a saját emlékező struktúrái, és ez a kötet voltak éppen nem a gyászról, vagy nem a temetésekről, hanem a temetések és a gyász az újratemetések kapcsán a nemzeti emlékezetről szól. Széchenyinek van egy híres gondolata, hogyha meg akarod nézni, hogy egy nép mennyire becsüli a történelmét, menjél ki a temetőibe. Tehát ez egy virtuális sírgondolás voltak éppen ez a kötet, és számos nagyon érdekes és nagyon lényeges történést elevenítettünk fel a szerzőkkel közösen. A középkorban meg milyen szimbolikája volt ennek a temetésnek, esetlegesen újratemetésnek, mert hogy az újkorban, meg a mostani korban már ugye, amire az ember ugye emlékszik, ott jobban el tudom képzelni, mi miért van és hogyan, de a középkorban volt ennek bármi jelentősége, hogy valakit hogyan temettek el és hol temettek el? Kezdjük akkor a szent királyokkal, ugye Szent Istvánról és Szent Lászlóról van szó. Az ő felemelésük kifejezetten szakrális vallásos keretek között zajlott, a szenti avatási eljárás keretek között valósult ez meg. És ez jellemző, hogy a középkorban, bocsánat a kifejezését, nem bántották, nem hántorgatták a holtakat, vagy ha hántorgatták és bántották őket, akkor sajnos szétszórták a csontjaikat, mint ahogy ez történt például Szent Lászlóval is a 16. század során. Aztán számtalan más ok
volt amögött, hogy valakit újra kellett temetni. Például egyszerűen azért, mert az első szertartás nem volt kellő, és a rangjához, történelmi jelentőségéhez illő, így például Báthori Gáborról, a Báthori család utolsó sarjáról beszélhetünk, akinek voltak éppen, most már tudjuk, nem is kettő, hanem három újra temetése volt. Ugye volt egy a merénylet után, mikor Kolozsváron őt megölték, aztán volt egy nagy ecseden, és onnan pedig a mai sírhelyére Bethlen Gábor erdélyi fejedelem vitte, aki ezzel voltak éppen az elődjét és az elődje iránti ezzel tiszteletét fejezte ki. És hát ahogy jövünk fölfelé a történelemben, egyre erősebb a temetések, illetve az újratemetések mögött a közéleti, politikai, közösségformáló, vagy éppen közösséget egy kicsit befolyásolni kívánó szándék. Ugye egyik leghíresebb és a vármegyéhez is kötődő fejedelmünk volt Rákóczi, akinek szintén ugye hosszú időt eredt, mire megtalálta a végső nyughelyét. Hát hosszú idő volt, amíg megtalálták egyáltalán a csontjait, de aztán, amikor ez megtörtént, köszönhetően a 19. század második felében végén kibontakozó Rákóczi romantikának felgyorsultak az események. Minden újratemetésnek a mintája az Napóleon hazahozatala volt Párizsban, és Rákóczinak a temetését is ez szerint, a forgatókönyv szerint próbálták megvalósítani, de volt ennek egy fő próbája, ami még erősebben kötődik megyénkhez, ugye Vai Ádám újra temetése. Vai Ádámot néhány hónappal hamarabb hozták haza, mint Rákóczit, és voltak éppen azokat az útvonalat, a vonattal való szállítás problémáit, mindent ezen a újra temetésen teszteltek, mondjuk mai szóval. Ekkor még egyébként Vai Ádám nem oda került, ahol most ugye a Várkastély előtti turulós emlékmű alá került, a holttestelem az angyalos sírkápolnába került Vaján, és amikor a fejedelmet eltemették, utána néhány hónappal helyezték át Vai Ádámot oda, ahol most nyugszik. Tehát ő is így háromszor lett, és kétszer lett Magyarországon belül áttemetve. A Rákóczi temetés azért is érdekes, és a Várkonyi Gábor tanulmánya, vagy inkább azt mondanám, hogy eszéje, mert arról beszél, hogy a magyar történelmi tudat ilyen 30-50 évenként megszakadt. Tehát a Rákóczi szabadságharc után Rákócziról nem volt szabad nyíltan beszélni. Rákóczi kultusza nagyon erősen benne volt a népkultúrában. Megjelent valamikor az irodalomban Kölcsey vagy Petőfi tollán, de nem volt egészen a kiegyezés koráig szabadon és nyíltan felvállalható. De hát ugyanez történt 1848-49 után a szabadságharccal, ugyanez történt, mint trauma 1945 után, és hát ugye a 89-es rendszerváltás hozott ebben némileg szabad levegőt, tehát most már beszélhetünk ezekről a traumáinkról is. Van egy izgalmas tanulmány, 1849. október 6-a, Arad, ugye a 13 aradi vértanút szoktok emlegetni, hogyha valaki kicsit is olvasott, akkor még hozzámondja, és a 14. Bethlen, vagy bocsánat, Batthyány Alajos ugye miniszterelnök, akit ugye Pesten végeznek ki, de voltak még ott vértanúk Aradon, ezekről talán kevesebb szó esik, miért? Azért esik kevesebb szó, mert hát ez a Hermann Robert tanulmánya nagyon szépen végigveszi az aradi 13 kivégzéseinek a körülményeit, a 13 honvédtábornok halálának körülményeit. Ugyanakkor felhívja arra a figyelmet, hogy 141 politikai okokból kivégzett áldozatról, mártírról tudunk 1849 és 50 folyamán, és Arad nem is az első, hanem Pest-Budán több szemét végeztek ki, és Aradon sem 13-at, hanem valójában 16 főt. És a nemzeti emlékezetből, hogyha az emlékezetnél tartunk, és hogy működik, voltak éppen kikopott a másik három aradi vértanú. Nyíregyházán is példaértékű utcák vannak elnevezve a vértanúinkról az állomás környékén, de erről a három vértanúról nem nagyon esik szó. A három közül egyről még tudunk, mert Kazinczy Ferencnek, a nyelvújítás vezérének a fia Kazinczy Lajos, őt szokták a 14. aradi vértanúként emlegetni, de nem tudunk arról, hogy egy cseh származású 1848 őszén nevét Ormai Norbertre magyarosító honvédtisztet is kivégeztek, illetve egy Ludovik Hauk nevezetű osztrák honvédtisztet, aki a magyar oldalon harcolt. És hát az aradi vértanúk névsora és nemzetiségi, származási
táblája, az egy nagyon-nagyon érdekes a Kárpát-medence és a magyarság történetében, ugyanis találunk szerbeket köztük, de Amjanics Lajos találunk közte, osztrák polgárcsaládból származott Pöltenberg Ernő, találunk közte Kis Ernő személyében Örmint, és természetesen Török Ignác vagy jó néhány szemét mondhatnánk még, akik magyarként haltak a magyar szabadságharc ügyéért. Azért érdekes ez, mert voltak éppen lehet látni, hogy ez a történelmi esemény a Kárpát-medence egészét megmozgatta, és megvalósult egy olyan nemzeteken átívelő és közös ügyért való küzdelem, ami ritkaság a történelemben. Van még egy nagyon fontos mártírja a szabadságharcnak, Petőfi Sándor, akiről nagyon sokat tudunk, de nagyon sokat nem, például az, hogy pontosan hol esett el, bár ugye Segesvárt szoktál említeni, de hát ha valaki kicsit idősebb, mondjuk velünk egy idős, akkor pontosan emlékszik arra, hogy voltak mondjuk 30-40 évvel ezelőtt olyan magyar vállalkozók, akik azt gondolták, hogy Petőfi Sándor nem esett el Segesvárat, hanem valahol orosz földön élt tovább, és kezdték kutatni a csontjait. Szóval Petőfiről is szól egy tanulmány. Petőfiről, és hát hogy továbbfokozzuk a helyi kötődést, Nyíregyházáról elszármazott kitűnő irodalom történész Petőfi életútjának, életművének legavatottabb szerzői közé tartozó Margócsi István tollából olvashatunk róla tanulmányt. Petőfi kultuszt veszi számba, ugyanis Petőfi túllép a történelmi személy keretein, és Petőfit szinte családtagként kezeljük, Petőfi mindenkinek az életében jelen van, ha másképp nem, akkor egy érettségi tétel keretében. És a Petőfi kultusz azért is érdekes, mert Kerényi Ferenc Petőfi monográfusa mondja azt, hogy tulajdonképpen 2-3 nap van, amit nem tudunk pontosan. Ebben a 2-3 napban, hogy a teljes legyen a mítusz, a születés körülményei, illetve a halál körülményei vannak benne. Egyébként szinte délelőtről délutánra be tudjuk határolni, hogy Petőfi éppen hol sétált, kivel beszélgetett, épp milyen verset írt, ugye ő azok közé a szerzők közé tartozott, aki datálta a költeményeit. Azért érdekes a Petőfi kultusz, mert túlmutat magán az irodalmon, és egy mítikus népi hőst teremtett. Tehát ha visszaemlékezésekben vannak olyan folklórban fönnmaradt feljegyzések, hogy Petőfit karácsony éjjelén született és jászolban született, mert nem sikerült neki rendes szállást találnia, tehát szinte a megváltó születésére emlékeztető motivumok is feltűnnek. De a történelem átértelmezése is előfordul. Nekem az egyik kedvenc példám, hogy Nagykanizsán az első világháborús emlékművön Petőfi Sándor szerepel, mert ugyanaz a huszárezred vett részt az első világháborúban, amelynek rövid ideig Petőfi is a tagja volt. A kötetben ön is írt természetesen tanulmányt. Izgalmas, mert ugye mixált emlékezetéről szól, de a későbbi pályatársak viszonyában Adit említi például, és Móricz Zsigmondot. Mit kell erről tudni, mi ebben az, ami esetleg említése méltó, izgalmas? Igen, tehát József Attilának a Dunánál című verse végén van ez, hogy a harcot, mit őseink vívtak, békévé hagyja az emlékezés. Na most tudjuk jó, hogy a kortársak korán sem csinálnak annyira jóban, mint akár feltételezzük. Nem voltak rivalizálásban, nem voltak egymással harcban, de más korosztályhoz tartozott Mixát, és más korosztályhoz Adi és Móricz. És Móricz indulóként megadta a kellő tiszteletet és távolságtartást Mixátnak. Írt egy nagyon-nagyon dicsérő cikket Mixát írói pályájának a 40. évfordulóján, majd 2 héttel később Mixát meghalt, és 2 héttel később viszont ír egy olyan nekrológot, amely mindenkit meglepett. Ugyanis ebben arról beszél, hogy Mixát legfőbb érdeme az nem a szép irodalom területe, hanem a publicisztika. És itt kezdődik az, amit sikerült úgy kimutatnom és feltárni, hogy ebben Adinak lehet ez személye, ugyanis Adi nagyon-nagyon jótollú írónak tartotta Mixát Kálmán, de egy picit úgy érezte, hogy egy húron pendül az épp aktuális politikai hatalommal, Adi pedig ugye egészen más elveket vallott, mint a Tisza István vezette kormány, és ezért kettejük közötti feszültség az kicsúcsosodott abban, hogy Adi nem
szívesen vette azt, hogy miközben egy ilyen korszakos íróról van szó, a közben bizonyos szempontokat képes alárendelni az irodalomban az elvárásoknak. Még egy fontos témáról hadd beszéljünk, már csak azért is, mert közeledik az évfordulója. Nagy Imre újratemetéséről is szó esik a kötetben. Ugye Nagy Imrét 1958. június 16-án ítélik halálra, és aztán végzik ki, és 89-ben ugyanekkor van az újratemetése, ami egy szimbolikus, gyakorlatilag a rendszerváltásnak az egyik fontos eseménye, mintha véget érne a Kádár korszak, és mintha kezdődne a rendszerváltás utáni időszak. Milyen összefüggésben tárgyalja a kötet az újratemetést? Nagy Imre újratemetés ugye rengeteg szempontot felvet. Réti Zsófia tanulmányában kifejezetten retorikai szempontból tárgyalja. Ez azért érdekes, mert összehasonlította a hat beszédet. És a hat beszédben megkereste a közös keresztmetszeteket, és azon belül megpróbálta az eltéréseket is definiálni. Ilyen közös keresztmetszet, hogy minden megszólaló, mind a hat megszólaló a magyarság tudatot nagyon erősen hangoztatta, de egészen mást értettek a magyarság tudaton. Természetesen egy 56-os internált egészen más gondolt, mint például a fiatalok nevében megszólaló későbbi jelenlegi miniszterelnök. Aztán a fordulópont értelmezése is egy visszatérő elem. Aztán az emlékezés és a felejtés, talán ez a kötetnek is ez a témája, és talán itt is a legizgalmasabb, ugyanis egy olyan méretű trauma után, mint ami 1956 volt a magyar történelemben, két út áll a nemzet előtt, vagy az emlékezés és tiszteletteljes felfőhajtás, de a úgymond a tettesek nem elszámoltatása, hanem tudomásul vesszük, hogy az élet megy tovább, vagy a tettesek elszámoltatása, amely egy radikálisabb hang, és voltak éppen itt az a kétfajta értelmezés, ami mai napig 56 környékéről és a rendszerváltásra is kialakult, hogy megvalósult-e a teljes rendszerváltás, vagy hogy valósult meg, az megszólal, tehát itt azért vannak, akik toleránsabban és elfogadóbban viselkednek, ez azt jelenti, hogy olykor sajnos azoknak is felmentést adnak, akik a rendszerrel kollaboráltak, és vannak olyanok, akik pedig semmiféle együttműködést nem fogadnak el. Tehát az 56 megítélése ma is mozgó jelenség, és hát tegyük hozzá, hogy például az elmúlt években a Nagy Imre és Mártír társainak a portréja mellett joggal megjelent a pesti srácoknak az emlékezete is. A kettő normál esetben nem egymás ellen van, de olykor sajnos lehet látni, hogy szinte ezt a kétfajta emlékezetet versenyeztetik egymással. Tehát kiegészíti egymást valójában a pesti srácok és a Nagy Imre féle emlékezés. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam a meghívásokat. Szerintem tudtunk kedvet csinálni a kötethez annak, aki szeretné ezt elolvasni. És hát várjuk vissza máskor is, hogyha van kedve, akkor jöjjön a stúdióba, és akkor beszélgessünk róla. Mi az, ami még fontos lehet? Azt szeretném elmondani, tehát, hogy a kötet az a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület gondozásában jelent meg, és ez a sorozatunknak, a Modus Hodeanus sorozatnak a 12. része. Megtalálható, hogyha valaki szeretné, megtalálja. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb ezzel a műsorra, a jövő héten hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.